Somogy megye déli részének erdeiben bújik meg hazánk, sőt, talán a világ egyik legjobbnak vélt vadászterülete, Kaszópuszta, amely az alig néhány lelket számláló itteni aprócska településről kapta a nevét. Kaszó egy 18. század végén megjelent térképen lelhető fel először, mint önálló földrajzi objektum. Ám az első, oklevelekben történő említése ennél sokkal régebbi, hiszen dokumentált története egészen régi időkre, több mint 600 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Mai tudásunk szerint az első írásos emlék az 1398-ban Zsigmond király idejébe datálódik, majd utána 1495-ben egy adománylevélen látjuk Kaszó nevét, ahol II. Ulászló a bátoriaknak ajándékozta a területet, tehát igazából elmondhatjuk, hogy most már több mint 600 év történelem áll Kaszó mögött. A dél-somogyi terület már akkor is híres volt a vadászatairól, nagyon szívesen jöttek ide a prominens személyek vadászni. Érdemes megemlíteni, vagy megemlékezni néhány vadászatról. Rudolf trónörökös a elbeszélések, illetve a leírások szerint egyszer eltöltött itt 3 napot. Ez alatt a 3 nap alatt 52 őzbakot hozott terítékre, de Ferenc Ferdinánd még rajta is túltett, hiszen 60, illetve 95 őzbakot is sikerült elejtenie. Sőt, volt egy olyan év 1907-ben, amikor egy alkalommal 33 szalonkát tudott terítékre hozni. Nagyon híresek voltak ezek a dél-somogyi vadászatok, és egy ilyen alkalommal került kapcsolatba Kaszóval Christian Kraft Hohenlohe Öhringen herceg is, aki az elbeszélések szerint idézőjelben csodaszarvast látott, és sikerült is elejtenie, és ekkor döntötte el azt, hogy valamilyen módon szert tesz erre a területre, valamilyen módon megvásárolja. Ez több lépcsőben történt, és így alakult ki, mint egy 18 ezer hektáros nagyságú nagy birtok. Komoly szakmai alapokon nyugvó erdő és vadgazdálkodásba kezdett a herceg. Elmondásokból tudjuk azt is, hogyha a birtokon valahol fára volt szüksége, a kaszói erdőből nem engedett kivágni, hanem a javorinai birtokairól hozatott. És el kell mondjam, hogy ha az erdőgazdálkodást nézzük, mi a mai kor gyermekei a kocsányos tölgy erdőkből azokat az erdőket használjuk, azokat az erdőket vágjuk, amelyeket még a herceg telepített a 900-as évek elején. Az utolsó bikáját Hohenlohe herceg 1925 őszén ejtette el itt a Balátánál, akkor már nagy beteg volt, hordszéken vitték ki a magasleshez, és amikor sikerült elejteni a bikát, akkor készült egy csoportképe személyzettel. Aztán utána, ha ugrunk egy jó nagyot az időben, akkor 1950-ben az akkori Szovjetuniótól államközi megegyezés kapcsán került vissza a terület, majd 1967. július 1-től a Honvédelmi Minisztérium kezelésébe került. Ebben az időben a kaszói erdészet vezetője dr. Kis István volt, akinek a munkássága úgy gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen Kaszó életében. Azok a fejlesztések, azok a beruházások természetesen állami támogatással, de ezek az ő idejében zajlottak le az ő vezényletével, tehát hogyha ezek akkor nem történnek meg, akkor ma valószínűleg senki nem tudja azt a környék lakóin kívül, hogy mi is az a Kaszó. Nem tudná senki, hogy mi is az a Somogyország zöld szíve. És ezt a vadászházat, ahol most vagyunk, ezt 1982-ben építette a Honvédelmi Minisztérium. Igazából a feladata az a vadászpilóták kondicionáló és regeneráló intézeteként működött volna. Valószínűleg egy jó vadászterületre volt szükség. 2010. júniusában egy nagyon komoly és jelentős változás állt be a cég életében. Nevezetesen az, hogy a többi állami erdőgazdasággal egyetemben a HM Kaszó Zrt. Is átkerült a Magyar Fejlesztési Bankhoz, mint tulajdonosi jogok gyakorlójához. Azt kértem a kollégáktól, hogy az erdőgazdálkodás tekintetében nagyon komolyan figyeljünk oda az erdőművelési munkákra, annak ellenére, hogy nem a legideálisabb természeti környezetben gazdálkodunk. Hát az idén volt a 4. olyan szezonunk, amit már ezen alapelvek szerint folytattunk le. Hosszú évek után ismét 3 kapitális trófeájú génbikát sikerült terítékre hoznunk. Azt remélem, hogy ha 2-3 év múlva is tudunk itt még beszélgetni, akkor sokkal komolyabb eredményekről is be tudok számolni a kaszói vadászattal kapcsolatban.